Most következő híradásunkban arról számolunk be, hogyan mentették meg megyénk tűzoltói egy kerékbe szorult kutya életét. A kutyust a megyei tűzoltók szabadították ki. Szóval ez volt az a felni, amiben a kutya fogságba esett. Ezen a lyukon keresztül lukta be a fejét, és a tűzoltók segítségével sikerült ezt a részt kivágni, így sikerült a kutyát megmenteni. Váratlan vendég kopogtatott szombat este az önkormányzati tűzoltóparancsnokság laktanyájának ajtaján. Az aggódó gazdi házi kedvencét, Tücsök nevű kutyáját hozta magával, akinek a feje egy kerék közepébe szorult. Este még kiengedtük a kutyust pisilni, és amikor be akarta édesapám hívni a kutyákat, akkor sajnos az egyik nem jött be, aminek mi gyorsan a nyomára is indultunk keresni, és a késő esti órákban vettük észre, hogy hátul a hátsó kertbe a kiskutya beszorult egy felninek a lyukába, és azután hívtuk fel a család jó barátját, Varga Tamást, aki a Tiszaföldvári tűzoltó parancsnokságnak a munkatársa, és ők javasolták, hogy vigyük be a parancsnokságra a kutyust, és ők segítettek, hogy megszabaduljon a kerék fogságából. A tűzoltók megvizsgálták a lehetőségeket, és végül sarokköszörű segítségével tágították ki a felni közepén lévő nyílást, amelyből a kutyus biztonsággal ki tudta húzni a fejét. Gyors helyzetfelismerést végeztünk, átgondoltuk a dolgokat, először is hidraulikus feszítővágó berendezés segítségével gondoltam megmenteni a kutyát, de viszont biztonságosan nem tudtuk alkalmazni az eszközt, mert nem tudtuk rögzíteni a felnit, így egy hagyományosabb módszerrel, sarokköszörű segítségével szabadítottuk ki a kutyust a fogságból. Hát ez egy jó 15 perces történet volt, mire épségben a kutyát kibírtuk szabadítani, természetesen odafigyelve arra, hogy a kutya ne sérüljön, letakartuk, illetve nyugtattuk. Szerencsére Tücsöknek az ijegységen kívül semmi baja nem lett, és gazdájával hamarosan hazatérhetett mesterszállásról lévő otthonába.